Izgatottan várták a gyerekek az erdei kisvasút érkezését Szilvásváradon. A fiatalok a pólójukon is büszkén hirdetik, ők az erdei vándortábor részvevői. A 18 fős csapatba az ország számos pontjáról érkeztek diákok, többüknek nem ez volt az első alkalom. A fele csapatot már ismertem régebről. Érdekes, ugye, hogy most mi vagyunk a nagyok, tavaly még mi voltunk a közepes korosztály. Most, hát igazából már kezdem megismerni a újakat is. Díny és Viviennek az idei volt az ötödik alkalom, hogy részt vett a táborban. A túrákban azt szerettem a legjobban, amikor már mindenki a holdpontján van, és egymással beszélgetünk ilyen óriási hülyeségekről. Vivientől megtudtuk, hogy az útvonalakat több részre bontják, ezeket két-két túravezető koordinálja, nagyobb diákok segítségével. A hétfői túrán útba ejtették a felső tavat, ahol hasznos információkat kaptak például a különböző jelzésekről. Lehet négyzet, így van, tehát a négyzet valamilyen településre fog minket bevezetni, háromszög, hova fog minket vezetni? Hegycsúcsra. Nagyon jó, hegycsúcs. Tölgyesi Gergő, az erdei iskola vezetője elárulta, a tábor nem titkolt célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza a természethez. Kicsit kiszakadni a hétköznapokból, kiszakadni akár a települések, akár a faluk, vagy falvak, városoknak a világából, és kicsit az erdővel, az erdei életközösségekkel megismerkedve, kicsit nomádabb életkörülmények között próbára tenni magunkat is, illetve nagyon sok olyan dolgot meglátni, amit alapvetően nem biztos, hogy a szemünk elé kerül, illetve nem biztos, hogy meglátunk, hogyha csak a rohanó világban élünk. Az erdei vándortábor fogalom 7 éve került be ismét a köztudatba. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, 2017-ben indította útjára a 70-es, 80-as évek kedvelt időtöltését idéző programsorozatot. Kezdetben 6 hegyvidéki terepen indultak az első túraútvonalak, a koordinátora az Országos Erdészet Egyesület lett, illetve hát az állami erdészeti társaságok, hiszen ők tudták biztosítani az ehhez szükséges infrastruktúrát, és nem utolsó sorban az erdőt ismerő személyzetet. Az 50-60 kilométeres túraútvonalakat 7 nap alatt teljesítik a fiatalok. A vándortábor fogalom eredeti jelentése szerint minden éjszakát máshol töltenek a diákok. Ezzel ellentétben az újjáélesztett táborban 2-3 központi helyszínen alszanak a fiatalok. Jelenleg itt ezekben a sátrakban laknak, melyben akár heten is kényelmesen elférnek. Reggel innen indulnak és ide térnek vissza a nap végén. A jövő évi táborokba előreláthatólag tavasszal lehet leadni a jelentkezéseket.